Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy mega szerelmi energia. Vénusz bolygó június 11-én eléri Uránusz bolygót, és együtt hatnak. Ez kihat ránk, hölgyekre, vagy a szerelemre. Uránusz bolygó hatása alatt lesz egy meglepetés, lehetnek változások, egy különös esemény, vagy olyan dolgok, amire nem számítottál. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák, ez a mega szerelmi energia. Ez a kép azt jelenti, hogy figyelj oda, hogy cselekedsz, mit, hogyan teszel. Azt is jelentheti, hogy figyelj oda arra, hogy ő mit fog tenni, és hogy hat ez ki rád. Ha én ezt a képet megnézem, eszembe jut még valami. Hiszen itt kéz a kézben rendezitek a dolgokat, és ami összeköt itt benneteket, ez olyan, mint egy virág, itt kivirágzik valami. De azért ügyelj az érzelmeidre, ügyelj a gondolataidra. Ezen a képen látható, hogy mennyire fontos, hogy rohanj el a negatív gondolatok elől. Ezek lehetnek olyan gondolatok, mint például, ez úgysem sikerül, ebből nem lesz semmi. Búcsúzz el ezektől a negatív gondolatoktól. Ne csak a negatív gondolatoktól búcsúzz el, hanem itt látható búcsúzz el a negatív érzelmektől is, mint például a félelmek vagy bizonytalanságok. Ha ezt le tudtad zárni, és itt tisztázódtak a dolgok, vannak a pozitív érzelmek, pozitív gondolatok, akkor itt látható egy új irány, egy más irányba tekintesz, vagy ezáltal változnak a dolgok körülötted. És itt látható ezen a képen már a gyógyító erő. Te benne vagy ebben a transformációban. Ha én ezt a kígyót megtekintem, akkor eszembe jut egy másik nő is, aki ott van a környezetetekben, kihat az eseményekre, de segíthet, hiszen látható ez a gyógyító erő, a gyógyulás. Akkor is, ha vannak problémák, nehézségek, kihívások az életedben, küzdj meg ezzel. Maradj ebben a könnyűségben, amire itt ez a lepke utal. Az ősi kultúráknál a lepke jelenti a lelki dolgokat. És ha így van, és a lepke ezt szimbolizálja, akkor az azt jelenti, hogy van köztetek egy lelki kapcsolat, és így kéz a kézben lesz itt egy új irány, a gyógyító erő, és előre mennek a dolgok. Ügyelj a testedre, ez lehet sport, mint például úszás, de azt is jelentheti, hogy pihent ki magadat. Tehát gondolj magadra, hogy jól érezd magad a környezetedben, meglegyen ez a belső nyugalom, mivel itt a testről is szó van ennél a képnél, és ennél a jóslásnál a szerelemről, akkor ez utal egy testi kapcsolatra, erre a közeledésre. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!